ökoaktivista szakkör indul a kerületben az önkormányzat támogatásával. Vendégünk itt a stúdióban a programot koordináló ICI ZRT vezérigazgatója Pintér Ferenc és Léva István Zoltán alpolgármester. Üdvözlöm Önöket! Köszönjük a kedves nézőket! Ökoaktivizmus. Mit értsünk a szó mögött? Talán nem mindenki tudja, hogy mit jelent pontosan. Mind a két szó fontos, az öko is és a aktivizmus is. Tehát arról van szó, hogy a környezetvédelem mindannyiunk számára egy lételem, és nagyon fontos, hogy ezzel tényleg komolyan foglalkozzunk. Azonban az, hogy ez ne csak egy foglalkozás legyen, ne csak arról legyen szó, hogy központi programok alapján, meg akcióknak a következményeként foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Lényeges az, hogy ezt aktívan is csináljuk. Tehát ez akkor válik valójában a vérünké, akkor válik a szemléletünk, és akkor fogjuk tudni azt megoldani, hogy kisugározzuk a környezetünkbe, és valóban egy eredményes környezetvédelmet tudjunk csinálni, hogyha aktívan veszünk részt ebben. Iskolásoknak szól ez a program, melyik korosztálynak egész pontosan? Valójában az egész oktatási rendszert átfogja az ökoaktivizmus. Természetesen a 5. osztályosoktól kezdődően, és hát ugye nyilván ugye az érettségizőkkel bezárólag működik ez a rendszer alapvetően. Maga az a szakköri anyag, az elsődlegesen az 5.-től 8.-osoknak a legmegfelelőbb, de ez nem zárja ki azt, hogy ezen kívüli korosztálynak a oktatásához is lehet ebben az anyagban nagyon hasznos elemeket találni. Az önkormányzatnak árzpolitikája, hogy zöld kerületet épít. Ez a program hogyan illeszkedik ebbe a nézetbe? Mi úgy gondolkodunk, hogy ahhoz, hogy a környezetvédelem ügye kiemelt szerepet kapjon a kerületben, ahhoz nagyon sok szerteágazó területen lehet lépéseket tenni. Ez a konkrét szakkör megindítása gyakorlatilag illeszkedik abba a gondolkodásba, hogy egészen a piciktől már a környezettudatos gondolkodásra való nevelésnek lehet egy felkészítő állomása, és mi úgy ítéljük meg, hogy ha nekünk ebbe lehet szerepünk, az csupán az lehet, hogy adjuk azt a hátteret, hogy ezek a foglalkozások igény szerint az iskolákban meg tudjanak valósulni. Nyilván ehhez kellene anyagi támogatás, és jelenleg az önkormányzat ezzel tud hozzájárulni, hogy teret ad és biztosítja a nyugodt működésnek a hátterét. Mi ezt jó ötletnek tartjuk, és bízunk abban, hogy nagyon sok gyerek fog jelentkezni, és az a tudás, amit megszereznek ezen szakkörök alkalmával, az majd később a mindennapi életben, ha felnőnek, akkor visszaköszön majd. És ha csak néhány gyerekkel tudjuk megszerettetni ezt a gondolkodást, vagy ezen programon keresztül tudja magáévá tenni, akkor már nem volt hiába való ez az együttműködés. Hogyan tudnak az érdeklődő gyerekek bekapcsolódni a programba, és egyáltalán van-e már jelentkező, vagy volt-e már jelentkező? Igen, hát egy hosszabb előkészítő folyamat zajlott, ezt már a múlt tanév végén meghirdettük a Klik közreműködésével az iskoláknak, tehát tudtak róla, hogy ezek a szakkörök indíthatók lesznek, és most az ősszel pedig már időben igazgatói értekezleten, majd a szaktanári értekezleten keresztül ismertettük ezt a koncepciót és ennek az anyagát. És hát végül is ugye most arról van szó, hogy a szaktanárok egy nagyon komoly támogatási anyagot kapnak, a 30 foglalkozásra való anyagot, és hát a héten kell azt eldönteniük, hogy a szakkörök hogyan indulnak, milyen létszámban indulnak, úgyhogy ez folyamatban van, a jövő héten már számaink is lesznek arról, hogy mennyien indulnak, hány helyen indul a szakkör. Milyen munka zajlik majd a szakkörökön belül, tehát mivel találkozik az, aki jelentkezik egy ilyenre? Igyekeztünk nagyon érdekessé tenni, és főleg gyakorlatiassá tenni ezeket a programokat. Ez azt jelenti, hogy nem csak elméleti ismereteket kapnak a gyerekek, és nem csak elméleti szinten foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hanem igenis, hogy kimennek a környezetbe, kimennek a természetbe, és számos olyan program van, amelyek részben játékosak, részben érdekesek, és főleg az, hogy valamit kint kell csinálni, és nem csak az órákhoz kötődik. Ugyanakkor
akkor nagyon fontos az, hogy amiket megfigyelnek, amiket mérnek, azok utána valóban tudássá válhassonak, és ehhez persze meg fogják kapni azokat az elméleti anyagokat, tudásanyagokat is, amitől világossá válik, hogy úgy az egész természeti környezetben és az egész tudományos környezetben hogy illeszkedik ez a dolog bele. És hát itt ugye fontos az, hogy számos tantárgynak a anyagát érinti ez, de nem tehető bele egyikbe se. Tehát nyilván biológiai, kémiai, fizikai, informatikai vonatkozásai egyaránt vannak egészségügyi vonatkozásai, és ezzel minden találkoznak a gyerekek, és éppen ezért ez egy olyan szakkör lesz, ahol a gyerekek egy horizontális tudást kaphatnak, és valójában hát hozzászokhatnak ahhoz, nem csak tantárgyakból áll a tudás, hanem tényleg ezeknek az összekapcsolásából. Ezt a tudást meg tudják majd osztani a szélesebb nyilvánossággal, és tényleg itt kérdezem, hogy szükség van ezekre a fiatal aktivistákra, tehát meg tudnak jelenni a kerület közéletében nyilvánosság alatt is valamilyen formában? Ezt mind a kettőjüktől kérdezem. Hát én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok programunk fut, amik komoly hagyományokkal rendelkeznek, csak említhetem a tavaszi nagytakarítást például, ami gyakorlatilag már hosszú évek óta a kerületben megrendezésre kerül, és nyilván itt, amikor a kerület különböző pontjain kivonulnak a civil szervezetek, az önkormányzat és a városgazda kollégái, és maguk az emberek, akik ugye úgy gondolják, hogy a közvetlen környezetüknek a rendben tartása fontos cél, együtt tudunk megjelenni, és hogyha ehhez tudnak csatlakozni, és minél nagyobb létszámban a gyerekek, az ökoaktivisták, akkor azt gondolom, hogy már nem volt hiába való ez a kezdeményezés. És hát ugye számos olyan egyéb program van, mint például ugye gyermeknapi rendezvény, vagy bajár is, tehát a Bókai Kertnek az ilyen nagy rendezvényei, ahol tényleg sok emberrel tudunk találkozni, és segítenek, hogy az emberekhez, tehát a felnőttekhez is eljuthassanak ezek az információk, ezek a szemléletek. És nagyon fontos a gyerekek szerepe például a földnapi rendezvényekben, tehát iskolákon belüli vagy iskolák közötti rendezvényekben tudnak segíteni, tehát megismerkednek azzal, hogy mi az, hogy szervezés, mi az, hogy ezeknek a programoknak a bonyolítása, mi az, hogy ezeknek a információknak az átadása. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy komplex feladatot lát el. És hát nagyon fontos az, hogy a gyerekek beviszik a családokba szűkebb és tágabb értelembe is ezeket az információkat. Ezt a bizonyos időjárás tudatosságot, egészségtudatosságot, klímatudatosságot, és ők ezt már lényegében egy alapszemléletként és egy természetes szemléletként viszik tovább, és roppant fontos forrást jelentenek a társadalom egész szempontjából, hogy elterjedjen és tényleg a megalapozottá váljon a környezetvédelem. Még egy fontos kérdés, ugye említette, hogy már most is nagy az érdeklődés a szakkör iránt. Van-e mód, úgy van-e kitalálva a rendszer, hogy folyamatosan be tudjanak kapcsolódni további iskolák, további tanulók, diákok, tehát ez tud tovább terjeszkedni ez a dolog? Az a helyzet, hogy ez egy első évnek tekintjük, és valójában ugye az egész környezetvédelmet nem lehet egyetlen egy szakkörrel lefedni. Ez most elsősorban a légkörben megjelenő szennyezéseknek a kérdéskörét jelenti, de tágabb értelemben, mert az ajszennyezéstől kezdődően porszennyezésig ugye mindenre kiterjed, és a későbbiekben pedig ezt a tematikát egyéb irányokba is, tehát például az, hogy energia, tudatosság például, vagy a környezetnek a fejlesztés, vagy az élhetőbb környezetnek a kialakítása, akár az esztétikai kérdésekre is kitér. Tehát ilyen tematikákat nyilván majd a következő tanévekben szeretnénk elkészíteni, és hogyha ezek is bekerülnének ebbe a bizonyos anyagba. Egyébként pedig ezek az anyagok, ezek szabadon felhasználhatók. Tehát azok az iskolák, ahol vannak ilyen jellegű szakkörök, tehát az ökoiskolákban már vannak hasonló jellegű szakkörök, ott is föl tudják ezeket az anyagokat használni a saját tematikájukhoz. Illetve Csongrád városával van
egy hosszú távú együttműködés az önkormányzatnak ebben a klíma, tehát ebben a környezeti monitoring tevékenységben, és a Csongrádiak már lelkesen csatlakoztak ehhez, ami egy újabb lehetőséget nyit meg a gyerekek számára egy ilyen koordinált videokonferencián keresztüli együttműködésre, látván, hogy mennyivel más egy vidéki helyszín, vagy egy bokrospusztai háttér szennyeződés. Tehát így valójában el tudják helyezni sokkal jobban magukat a világban. És az önkormányzat partner lehet akkor is, hogyha tovább tud növekedni ez a program, illetve bármiféle tovább lépésben? Én úgy gondolom, hogy a pudin próbálja az evés, hogy ez egy új kezdeményezés. Meg kell valósítani ezt a programot ebben a tanévben, és hogyha eljutunk a tanév végére, akkor értékelni kell azt, hogy mennyire volt ez hatékony, hány gyerekről beszélünk, hány iskolából indult ez el, mennyire vették a gyerekek komolyan, és akkor annak a függvénye a következő időszak. Én bízom benne, hogy az a nehézsége legyen az önkormányzatnak, hogy annyira sok gyerek jelentkezik, hogy akkor még több pénzt kell el áldozni, de ne menjünk még ennyire előre. Azt gondolom, hogy ezt az évet kell jól megcsinálni, jól propagálni, sok olyan rendezvényt szervezni, ahova ezeket a gyerekeket be lehet vonni, és akkor le fogjuk tudni mérni, hogy milyen volt ennek a fogadtatása. Úgy legyen. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük a lehetőséget.